Köszöntöm nézőnket, az előzőkben a Városházán esküdtettek a delegáltak. Rózsa Sándorral, a helyi választási iroda vezetőjével beszélgetünk az Európa Parlamenti választások kapcsán, azokról az eseményekről, amelyek még a delegáltak előtt állnak. Most egy esküdtettek, miért volt erre szükség? A szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjainak, tehát a pártok delegáltjainak került most az eskütételére. Alpolgármester úr kivette tőlük az eskü szövegét, ezek után a szavazatszámláló bizottságok megalakulnak, és utána pedig egy ilyen információs megbeszélés lesz a maga a választásnapi teendőkkel kapcsolatosan és minden olyan dologgal, ami újdonságot jelent, meg természetesen azokra a már kialakult és megoldott korábbi választásokból adódott gyakorlati problémákra, amire úgy gondolom, hogy minden szavazatszámláló bizottsági tagnak szüksége lehet. Láttuk, hogy vannak póttagok is, hiszen bármi előfordulhat a választások előtt, bárki megbetegedhet, vagy bármi más történhet. Igen, a póttagokra szükség van különösen azokon a településeken, mondjuk Karcag ebből a szempontból szerencsés, hogy kellő számú delegált van, hiszen a 16 szavazó körbe a Fidesz polgári párt mind a 16 szavazó körbe tudott két delegáltat küldeni, a Jobbik 15 delegáltat küldött, az MSZP pedig kettőt. A delegálás határidője a múlt héten pénteken lezáródott, tehát most már meg lehetett tartani ezt a megbeszélést, illetve a szavazatszámláló bizottságok meg tudnak alakulni. Van-e még olyan határidő, ami már lejárt, tehát az átjelentkezéseknek a határideje, vagy aki majd akkor szeretne urnás szavazást kérni, az megteheti már most, vagy csak a választás napján? Igen, a határidők azok folyamatosan járnak le, holnap 16 órakor fog lejárni egy határidő, egyébként ezt kellőképpen úgy vettem észre, hogy az országos sajtó is hírül adta, mégpedig a átjelentkezéseknek a határideje fog letelni, tehát innentől kezdve gyakorlatilag a névjegyzékek összeállnak már szerdán, hiszen csak arra lesz lehetőség, hogy aki korábban átjelentkezett, az módosítsa, illetve visszavonja az átjelentkezési kérelmét. Ugyanígy a mozgóurna kérésekkel kapcsolatosan is folyamatosan járnak le határidők, hiszen a mozgóurnát is most már azért lehet elektronikus úton is kérni, ennek egyik variációja az, amikor a választás.hu-n nem ügyfélkapun keresztül történik, például ennek a határideje fog lejárni a holnapi nap folyamán, illetve akik levélben kérték. Utána már csak ügyfélkapun keresztül lehet kérni, illetve személyesen vagy később a választás napján meghatalmazással, illetve valamely más személlyel küldött írásbeni nyilatkozattal lehet mozgóurnát kérni a szavazás napján 12 óráig. A választási irodától pedig csak ügyfélkapusan lehet majd kérni a szavazás napján, de szintén 12 óráig, tehát 26-án 12 óráig. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.